Manapság a munkáltatók döntően fiatal, szakmailag jól képzett, több nyelvet beszélő és széleskörű szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresnek. A Szekszárdi Szakképzési Centrum, Perczel Mór szakképzőiskolája fontos feladatának tartja, hogy tanulóikat hozzásegítsék egy versenyképes végzettséghez, életképes szakmához, és hogy magabiztosan léphessenek ki a nagybetűs életbe, a munkavilágába. Igyekeztük fölmérni az igényeket, főleg a munkaerői piaci igényeket. Sok változás van abban az irányban, hogy próbálunk nyitni az iránt, ami a versenyképes szakképesítést ötvözi azzal, hogy mi az a munkaerőigény itt a régióban. Épp ezért változtattunk, hiszen hagyományosan a Perczel az egy pénzügyi számviteli orientáltságú iskola volt. De hozzájöttek ugye idővel a műszaki szakmák is, és most már azt mondom, hogy ebben az irányban is nagyon előre mozdulunk, hiszen az informatikával kezdtük, de most hozzájött a távközlés irány, és hát a jövőben szeretnénk ugye az épületgépész területen is magasabb szintű képzést is indítani. Ezek már jelen voltak az iskolában a szakképzés területén, elsősorban a kétkezi szakmák területén, de szeretnénk, hogyha ezekből az ismeretekből a jó képességű tanulók kiemelkedve egy magasabb szinten tudnák magukat képezni, és esetleg utána még főiskolára vagy egyeteme eljutva tényleg egy olyan szintű képzettséget megszerezni, amivel akár vezető pozíciót is be tudnak tölteni a munkavilágában. Pénzügyi és számviteli ügyintéző technikumban azt tudjuk elmondani, hogy igazából minden, ami a pénzügy, a gazdaságvilággal kapcsolatos terület, tehát itt akár beszélhetnénk számvitelről, pénzügyi folyamatokról, gazdálkodási folyamatokról, arról egy nagyon átfogó és alapos tudást szereznek a tanulóink. Miért jó ez? Azt gondolom azért nagyon jó, mert manapság ez nélkülözhetetlen, hogyha céget alakít valaki, vagy hogyha azt gondolja, hogy utána elmegy dolgozni egy ilyen területen, ez egy versenyképes szakma. Tehát manapság azt gondolom mindenkinek fontos, hogy mennyi van a kasszában, mennyit keres, mit tud befektetni. Tehát nem csak családi szinten gondolom ezt, hanem azt gondolom, hogy a pénzvilága manapság elkerülhetetlen, hiszen a modern technikával, technológiával a pénzmozgás is nagy, és ebben a munkakörben mindig keresnek szakképzett munkaerőt. Az informatikai rendszer és hálózatüzemeltető az inkább úgy gondolom a szoftverek világáról szól, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, és itt nem kell mondanom, egy óriási robbanás van az utóbbi évtizedben szinte, tehát azt tudom mondani, viszont párként bejött ez az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, ami a távközlés a hálózatok kiépítésére irányul. Most manapság ugye szerintem nincs háztartás, telefonvezeték, internet, tévéhálózatok nélkül. Ezt próbáljuk ötvezni, ez inkább a maga kiépítésre, a hardware részére fog építeni. Itt is folytattunk már olyan cégekkel tárgyalást az idei évben, akik kifejezetten már ezt a hálózat építését nap mint nap a munkatársaikkal folytatják. Ziegler Teréz igazgató elmondta, hogy az újonnan elindított szakképzéssel az a céljuk, hogy az építőiparba is kineveljenek egy magasabb szintű munkaerőt, akik esetleg a munkafolyamatokat irányítják és felügyelik. Az épületgépész technikus azt gondoljuk, hogy eddig is erősek voltunk, hiszen a régióban mi folytattuk az épületgépészet területen a szakképzést, tehát ez szinte egyedülálló itt, hogy nálunk van egész Tolna megyében. Központi fűtésszerelőket képeztünk a hagyományos elképzelésben, de ugye ez egyre inkább bővült, hiszen ez már egyre inkább átvette a modern energiahordozóknak a szerelését, tehát itt a napelemek kiépítése, illetve egyre inkább látjuk, hogy ugye a munkavilágából kimaradnak azok az emberek, akik szükségesek lennének ezekhez a kétkezi szakmákhoz, akik ezeket a kétkezi szakmáknak az irányítását el tudja látni egy cégnél és egy vállalatnál. És ezért indítottuk be ezt a épületgépész technikus, vagy próbálkozunk jelenleg ennek a beindításával, mert szeretnénk elérni, hogy itt a helyi környező cégek mondják, hogy az idősek nyugdíjban vannak, nincs utánpótlás. És nem csak kétkezi szakemberekre van szükségünk, hanem olyanokra is, akik mondjuk egy műszaki rajz alapján a munkafolyamatokat irányítani és felügyelni tudják. Tehát ezért próbálkozunk ezzel a területtel is, hiszen azt gondolom ez egy óriási terület, ami nap mint nap olyan technológiák jelennek meg, amik felgyorsítják ezeken a területeken a munkafolyamatokat, és ez az ipar és a fejlődésnek is a célja, hogy ugye minél hatékonyabban, minél gyorsabban, eredményesebben termeljünk az áram és a versenyszféra igényeinek megfelelően. A nagy előnye ennek, hogy a mi gyerekeink, amit elsajátítanak itt, azt az egyetem főiskola figyelembe veszi és beszámítja.
Most is folytatunk pont a koronavírus előtt tárgyalásokat, hogy ezt szeretnénk kiszélesíteni az egyetemekkel. A Pécsi Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel és egy Pesti Egyetemmel is folytattunk, hogy olyan tartalmakat tanítsunk már a technikumba, ami az egyetemben a minél jobban beszámítható. Ez eddig is folyamatban volt, de akár olyan szinten is próbálunk most együttműködést kezdeményezni, hogy a tanárok ide jöjjenek, és legyenek olyan vizsgaelemek is például a mi rendszerünkben is, amit hogyha a gyerek teljesít, akkor ezt egy az egybe elfogadja az egyetem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási előny lenne a gyerekeknek is, hiszen ők is megnyugvással tölteni el őket, hogy fölkészítettük őket a magasabb szintű szakképesítésre. Másrészt mi is ezt tudnánk mondani, hogy hát azért az egyetem és az egyetemi képzéshez is olyan tudást adtunk át, amivel egy egyetemi diplomát is sikeresen fog teljesíteni. És azt gondolom, hogy ez meg nincs nagyon messze a munka világától, amit egy egyetemi diplomával az ember megtanul, azt a munkaerőpiacon biztos, hogy nagyon jól fogja tudni kamatoztatni. A szakiskolákban az első két évben ágazati alapismereteket oktatnak, az ezt követő duális szakképzésben pedig már a vállalatok is szerepet kapnak, mint gyakorlati helyek. Nagyon szeretnénk azt, hogy a duális szakképzésben a gyerekeink tényleg már a gyakorlati órákat az abszolút egy ilyen cégnél vagy vállalatnál teljesítve tudják eltölteni, és abban reménykedünk, hogy ezáltal például, ha elvégezték ezt a képesítést, akár gyakornok programban, a munkaerőpiacon is megjelennének, illetve ha tovább akarnak tanulni, akkor ugye az egyetemeken is léteznek ezek a duális szakképesítésre való lehetőségek, hogy ott is megkönnyítjük ezzel nekik a felsőbb szintű tanulásban a lehetőségeket. Bevezettünk egy pályakövetési rendszert, így a tanulóinknak azt kell mondanom, hogy ilyen 30%-a az, aki az egyetem vagy a főiskolát választhat, tehát önállók nem tudunk eleve arról beszélni, ennek nagyon örülünk. Nagyon sok tanulunk ugye úgy dönt, hogy negyedik után is már ugye az alapozással el tud menni, sok tanulunk befejezi az ötödik évet, és úgy megy. Tehát így lesz körülbelül ez a 30%. De azt kell mondjam, hogy az idejében is megfigyelhető volt, hogy mire a tanulunk végeznek, szinte mindenkinek van már elképzelése, tehát van vagy ajánlata, vagy tudja, hogy hová fog elhelyezkedni. Tehát nem szokott problémát okozni. Én azt szoktam mondani, hogy általában augusztus végéig a gyerekeinknek a 95-98%-a elhelyezkedésre kerül. Sőt, a tavalyi évben már eljutottunk arra a szintre, hogy itt a környező cégek és nagyvállalatok már kérték azt, hogy a gyerekeinket küldjük állásinterjúra. Tehát ilyen brigádokba összeszervezve elmentek 3-4 helyre, és megmondhatták, hogy na akkor én melyiknél kapom a legjobb fizetést, és nagyon meglepődtünk, mert nagyon versenyképes fizetéseket ajánlottak nekik. Nagyon meg vannak elégedve velük, úgy gondolom a cégek, és mondták is, hogyha ez így megy, hogy ilyen színvonalban bocsájtunk ki embereket, ez nekik óriási utánpótlás lenne. Ugye ami még egy probléma szerintem a szakképzésben az, hogy még mindig sokan azt hiszik, hogy a szakképzést nem ismerik el. Ebben azt gondolom az állam is egy óriási szemléletváltást akar csinálni, és maga a szakképzés 4 pont program is. És fel kell ismerni azt, hogy a szakembert meg kell fizetni, és egyre többen állnak e mögött a kezdeményezés mögött, nem csak az államok, hanem a vállalatok, cégek is, és elkezd afelé mozdulni a rendszer, hogy igen, minőségi munkaerőt, minőségi bérekkel várunk, és azt gondolom, hogyha valakinek egy ilyen szintű végzettsége van, akár egy technikummal is olyan szintű keresetet tud megszerezni, mint szinte mondjuk egy alapdiplomás az egyetemen vagy a főiskolán. Tehát nagyon sokat számít az, hogy a szakmai felkészültségük, ha az egy középszinten egy biztos tudást tükröz, akkor nem lesz probléma azzal, hogy elhelyezkedjenek. Az új technikumi rendszer lehetőséget ad arra, hogy a tanulókat anyagilag is elismerjék. Tehát a technikumban, ami nagy ösztönző erő lehet a fiataloknak, hogy ez a újra struktúrálás, az megjelenik már abban, hogy az első pillanattól fogva a rendszer úgy lesz kialakítva, hogy értékeljük azt, ha valaki a szakképzésbe belép, és hogyha a szakképzésben kíván egy versenyképes szakmát szerezni. Ez az ösztöndíjrendszert hívott életre, ami azt jelenti, hogy már a 9-10. Évfolyamon ösztöndíj kapnak, a gyerekek 8000 forintot, hiszen akkor csak még az iskola falai között töltve minden hónapban megkapják ezt a pénzt. Ez ugye az alap, és utána majd, miután már tanulmányi eredményeket is elérnek, ez majd differenciálódik. Illetve amikor kilépnek a duális szakképzésbe a céghez és a vállalathoz 13.-14. évfolyamon, akkor attól függően 10-től 50.000 forintig is a tanulmányi eredmény alapján havi szinten kapnak. Most ha belegondolunk, abba a cégtől is kapnak majd ugye ösztöndíjat, a tanuló szerződéseik, vagy ugye átalakul szakmai szerződéseik alapján, tehát hogyha belegondolunk, egy ügyes, jól tanuló gyerek akár 70-80-90 ezer forintot is megszerezhet tanulóként.
ez egy óriási váltás lesz, azt gondolom, ahhoz képest, ami korábban volt, hiszen korábban a technikumi képzésben nem volt lehetőség, hogy a gyerekeket anyagilag is elismerjük. Most éppen azt szeretnénk, hogy jó képességű tanulók jöjjenek a technikumba, és a jó képességű tanulók jelenjenek meg a szakképzés világába. Ezért is tartom ezt egy nagyon jó stratégiának, hogy a gyerekeknek egy ösztönző erőként ösztöndíjrendszert vezettek be. Mellette egy nagyon fontos része ennek az ösztöndíj programnak, hogy valamennyi a keretből visszatartásra kerül, és ez egy összegbe kapja meg a tanuló, ami után sikeresen levizsgázott. És ez a bónuszként tekinthetnek rá majd a gyerekek, hogy igen, fölmutattam valamit már az életbe, és ezt a rendszer is elismeri. És azt gondolom, ez egy jó pályakezdés, hiszen lehet, hogy valaki abból fog jogosítványt csinálni, vagy valaki valami hasznosat fog vele csinálni, vagy a tanulmányait az alapján fogja elkezdeni. Tehát azt gondolom, ez egy életindításba is egy óriási löketet fog adni a gyerekeknek. Felnőttként sokan választják azt, hogy visszaülnek az iskolapadba. Erre a Perzelmor szakiskola is lehetőséget ad nappali és esti munkarendben is. Van felnőtt képzésünk is, minden évben hirdetjük. Elsősorban érdekes módon, hogy a pénzügy és a számvitel világában vannak olyan emberkék, akik meggondolják magukat. Tehát annak idején vagy nem volt lehetőségük, vagy akkor még nem tudták eldönteni, de most, amikor van lehetőségük, például fiatal hölgyek, akiknek kisbabával vannak otthon, és azt mondják, hogy mellette bevállalják mondjuk egy esti képzést, és ők 2 év alatt szépen elsajátítják azt az ismeretet, és szereznek egy olyan szakképesítést, amivel azt mondják, hogy azért jobb keresettel, jobb elhelyezkedési helyzettel lépnek majd vissza, amikor már aktívan vissza tudnak lépni a munkaerőpiacra. De meglepő módon több idős is belül azért, mert azt gondolja, hogy ideje lenne egy váltás, hogy szeretne valami olyan munkát, amivel azt érzi, hogy elismerik és megbecsülik, és azért mondom, hogy én egyre inkább azt veszem észre, hogy minél inkább az a szemlélet átmegy, hogy az semmi probléma nincs benne, ha az ember élethosszig tanul. Úgyhogy ezt nagyon jónak találom én. És egyébként meg kell mondjuk, hogy aki a felnőtt képzésben vagy a felnőtt oktatásban, rettentő szorgalmasak a felnőttek, rettentő igyekvőek, tehát igazából tanáronként is úgy éljük meg, hogy ez egy örömforrás ilyen embereket oktatni, mert ahogy a gyerekek nyüzsögnek a délelőtt folyamán, felnőtt képzésben tényleg arról szól a dolog, hogy tanulni akarnak, és az lelkesedése tölt el minket. A szakképzésben résztvevő diákok tehát jövedelmet kapnak, könnyebben érettségizhetnek, és egyenes úton juthatnak be az egyetemekre vagy a szakirányú felsőoktatásba.